Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Titan Sumo, hogy úgy mondjam Last Titan Standing, és én nem tudom, hogy mi van velem, vagy hogy mit figyelek, vagy nem figyelek, de az Epic Titan csatás videómat úgy, hogy volt sikerült kitörölni, mert úgy ígértem egy olyan videót, ahol fogunk beszélni a titánokról, hogy hogyan válasz titán, effektív titán kiiktató módszerről. Na most az itt ebbe konkrétan nincs benne, viszont fogunk róla beszélni, a másik pedig, hogy helyett itt egy Last Titan Standing, úgyis akartam erről is videót csinálni, úgyhogy majd a vége felé ezt is bevesszük a videóba, de előtte ugye beszélgessünk arról, hogy mi a jó titán, hogyan választ titánt, és arról a bizonyos effektívebb kiiktató módszerről, de nem feltétlenül Last Titan Standing módozatban, mivel hogy a Last Titan Standingnek már úgy nézem kialakult egy sajátos taktikája, és egy sajátos játékstílusa, amivel lehet effektív lenni, szóval nem feltétlenül Last Titan Standingben, hanem úgy általánosan a többi játékmódra véve. Azt hozzáteszem, hogy ez a titán kiiktató módszer egy viszonylagos agresszív támadási technikát kíván, amúgy, de nagyon hatékony tud lenni. Mindegy, hogy melyik titánt választod igazából, mert mindegyikkel effektíven lehet harcolni. Nos, de beszéljünk, ugye térünk rá arra, hogy hogyan válasz magadnak titánt, és ugye az ember, amikor úgy bizonytalan, úgy melyik titán az ő erőssége, vagy hogy, és akkor elmegyünk YouTube-ra, hogy megnézzük a pro videóst, és de jól játszik azzal a titán, elmegyek és kipróbálom, és akkor valahogy érezzük, hogy hát nem az igazi, ugye, és nem biztos, hogy ez a mi titánunk, és akkor úgy valamilyen szempontból egy csalódunk a játékban, vagy valami, tehát ilyen rossz szájízzel kerülünk ki a buliból. Na most, hogy ezt elkerüljük, hogy azért élvezik a játékot, és élvezik a titánban a játékot, mert azért megvan a hangulata, ezt be kell vallani, akkor úgy válaszd meg a titánodat, hogy gondold végig, hogy te milyen kategóriájú típusú játékos vagy, vagy éppen milyen napod van, úgy kellene megválasztani a titánt, ugye. Hogyha például, mondjad, három fajta titán van, amiről úgy gondolom, hogy több, mint elég igazából játékban, biztos vagyok benne, hogy a jövőben fog jönni majd több titán fajta is, de az a három, hogy úgy mondjam, megüt egy fő útvonalat a titánokkal, tehát az ogre, mint olyan a lassúbb, de megfontoltabb, taktikusabb lépésű, és ezáltal ugye, mivel hogy veszélybe tud kerülni a gyorsabb titánok ellen, így aztán megfontoltabban is kell vele játszani, nem tudsz annyira agresszív lenni. Ott van a Strider, a legagilisebb titán, nagyon gyors, nagyon pörög, és az a gyakorlatilag, ha ügyesen mozogsz a pályán, mind a másik két titánt nagyon ügyesen le tudod rombolni, hogyha meg kell használnod ki a pálya tulajdonságait, és megfelelő fegyverzet van nálad. És ott van az Atlas, ami ilyen arányosan középutat üt meg a pörgősség és a taktikusság között, mert egy jó válaszsal tud rendelkezni mind a két titánra, de egy bizonyos szempontból ugye az Ogren jó válaszsal rendelkezik a Strád és az Atlas ellen a maga páncélozottságával, ugye a Strider meg a gyorsaságával, a páncélzottsággal, szóval egy franko egyensúly van, és emiatt ugye a titán harcok azért meg tudnak bonyolódni, és nincs olyan, hogy egyik erősebb titán a másiknál, viszont mégis miért történik az, hogy az egyik erősebb tud menni a másiknál? Azért, mert ugye az adott játékosnak van egy stílusa, és neked is, mint adott játékos, érdemes kiválasztanod azt, hogy éppen milyen napod van, vagy éppen milyen stílusú játékos vagy. Ha például egy megfontolt játékos vagy, aki szereti megfontolni a lépését, aki ilyen tapasztaltabb játékos, tudja, hogy nagyjából mi fog előre történni a dolgokban, lehet, hogy egy ogréval pont jól lenne, vagy éppen egy atlasszal, vagy aki nagyon pörgős, annak mindenképp ajánlatos egy Stridert kipróbálni, de csak annak, aki nagyon pörgős, mert akkor fejből, ösztönből úgy fogsz játszani a titánnal is. Mert hogyha te egy pörgős játékos vagy, és beleülsz egy ogréba, és az ogrénak a lassított mozgása, nem lesz kielégítő számodra, és fölösleges mozdulatokat fogsz tenni az ogréval, ami az ellenfél előnyére juttatja a dolgokat. Úgyhogy így érdemes gondolkodni például. Szóval azt a titánt válaszd meg, ami a te játékstílusod, mert akkor reflexből, ösztönből úgy fogsz játszani
azzal a titánnal, hogy minden rendben legyen. Nos, remélem ez egy hasznos tipp volt igazából. Én úgy többnyire mindenhogy játszom, van, amikor nagyon pörgős vagyok, és van, amikor nagyon taktikus vagyok, és van, amikor kettő között, de nagy átlagban én például az Atlas szoktam választani. Egyrészt a damage score-ja miatt, ami ugye a Strider ellen egy nagyon hatékony módszer, mivel hogy nagyon ugrabugrál, de ha eltállom, akkor legalább már nagyon nagyot sebzek, és ugye a mozgékonysága miatt, amit ki tudok használni az ogréval szembe. És ezek miatt szoktam ezt választani a többségben, kivéve Domination és Last Sight of Standing, na de mindegy. Kicsit rátérve arra a bizonyos effektív titán kiugtató módszerről, de mint mondtam, nem feltétlenül Last Titan Standingben, mert itt azért kialakult egy bizonyos másik szokás. Szóval akármelyik titánt is választod végül, egy nagyon effektív kiiktató módszer az a Quad Rocket, hát ugye a rakéta vető, viszont a Rapid Fire-os változatában. És mivel ugye generációt váltottam, sajnos nem tudom ezt most megmutatni, mert nincs meg így ez az összeállítás. Szóval én azt mondom, hogy tényleg egy effektív dolog, és érdemes ezt kipróbálni, hogy egy rakétavető Rapid Fire-rel, hogy hogyan csinálod meg azt a challenge-et, 20 titánt kell lezúznod ezzel a rakétavetővel ahhoz, hogy meglegyen a Rapid Fire, tehát azzal kiegészítve azt a bizonyos rakétavetőt és egy rakétszál volt, mivel így mondtam, hogy viszonylag agresszív stílust kíván meg, szóval nem az a agyon taktikázott, ez kell, hogy egy kicsit közelebb kerülj a titánoszhoz, na viszont ha közel vagy a rakéták hatalmas sebzést csinálnak, az összes, amit van, így aztán az viszonylag közel kell kerülnöd a titánoszhoz, de ez viszont megoldható mindegyikkel igazából. És akkor megsorozod mindennel, amit van gyakorlatilag pár másodperc alatt. Tehát azt mondja, hogy egy tár rakéta, egy tár rakétszálvó és egy pofon és vége annak a titánnak. És mint tudjuk azért elég hosszúnak hangzik így elmondva, de hát ezt körülbelül egy olyan 5 másodpercen belül el lehet intézni. Így aztán azért viszonylag komolyan és gyorsan lehet kiiktatni ezt a titánt. Ajánlom kipróbálásra, hagyjátok ott a módszereket, kinek hogy vált be ez az összeállítás. Kíváncsi vagyok, hogyha kipróbáljátok, hogy működik-e. Úgyhogy nálam nagyon bevált, nálam nagyon effektívnek bizonyultam. Akármelyik fegyverrel szemben úgy nézem, és már kipróbáltam az összes fegyvert, és jól működik. Bár mindegyik fegyver, hogyha megvan a különböző challenge-ek megvannak, leölöd azt a 20 titán, tehát mindegyik fegyver elég erős lesz az erősített változatában. Viszont ez a Quad Rocket, ez nagyon gyors és effektív módszer tud lenni igazából. Nos, ennyi lett volna ez a rész is. Kicsit beszéljünk a Last Titan Standingről, amiről úgy vélem, hogy nem az a játék, mint általánosan a Titanfall szokott lenni, nagyon pöröksz titánnal is, és nagyon durván odamész és nekizúzul, hanem érdemes itt megfontolva lenni, nagyon-nagyon-nagyon csapatban kell mozogni, tehát ez kötelező érvényű, hogy kettő, de jó esetben, jobb esetben 3 titánnal mozog együtt, és úgy zúzzátok le az ellenfelet, mert másképp gyakorlatilag esélye nincs az embernek. Egyedül nem lehet életben maradni a Last Titan Standingben. Egy szokás alakult ki most már Last Titan Standingben, az ogréknak a csatája ez leginkább, mert ugye azok bírják a legjobban, és ugye ez a 40 mm-es ágyúnak a csatája, mert távolra precízen és nagyot is sebez, úgyhogy ez így átment egy kicsit ilyen ogre partiba, hogy úgy mondjam. És a Last Titan, mármint hát a Last Titan Standingben gyakorlatilag ez a divat, ez a domain, és ez is egy jó összeállítás, hogy fogod például ezt a 40 mm-es Canont, aztán vagy rakétszávó, vagy Slave Warheads-el, amit lekövetik a titán, az ellenfél titánját, és úgy mennek neki, de úgy gondolom, az viszonylag könnyű kivéden, úgyhogy én a 40 mm-es Canon és a rakétszávót ajánlom. 40 mm-es Canon, hogy megy lassan, szépen megyek előre és tüzelek, kísérnek a társaim, és amikor már megfelelő távolságban vagyok, akkor megsorozom őket azzal a bizonyos rakéta zuhataggal, és hát vagy bejön az assziszt, vagy nem jön be, vagy én ölöm meg a titánt, és ugye viszont, hogyha meg akarod ölni az ellenfél titánt, akkor kicsit számolnod kell, hogy mikor lőd el azt a bizonyos utolsó golyót, hogy te
kapd meg azt a killt, mert igazából csak akkor működik, mert legtöbbször asszisztot fogsz adni. Az meg a másik, hogyha a többi fegyvert választod, akkor elég sok asszisztot kapsz. A rakétavetős megoldás egyébként beválik itt is, viszont akkor ugye le kell támadni azt a bizonyos másik ellenfél titánjait, és csak úgy érdemes használni, hogyha kiszűröd a gyenge bárányt, aki így egyedül elveszett, és akkor büm, lesből neki támadsz, és megsorozod, és vége a partinak. De viszont ha egyedül bemész oda a csatába, akkor ugye egyértelműen nem sok esélyed lesz. Nos, azt hiszem ennyi lett volna. A Last Titan Standingről nyugodtan hagyjatok ott tippeket, ti hogy szoktátok csinálni, mi a ti módszeretek. Sokan mászkálnak egyébként Striderrel is, megpróbálva kihasználni a mozgékonyságot az ogréval szemben, de amikor egy ogre csapat mozog együtt, és Striderök a jobbra-balra urraják körül, igazából nem sok esélyük van, mert nincs sok esélyük. De ugye nem túl páncélozottak. Ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet. Necrocream voltam. Sziasztok! Awesome work, team. Mission accomplished.